Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés! Előjáróban Szilágyi képviselőtársamnak válaszolnék, hogy a törvényes felhatalmazás nélkül most csinálnak ilyen ellenőrzést egy sportlétesítménynél, az közönséges bűncselekmény. Törvényes felhatalmazás nélkül szenzitív adatokat kezelni, az megvalósítja jogosulatlan adatkezelésnek a törvényi tényállását, az bűncselekmény. Természetesen nem először állunk szemben azzal, hogy van egy törvénytelen gyakorlat, ami önöknek valamiért jó, valamiért lehetőséget, adott esetben üzleti lehetőséget látnak benne, nosza neki, betolnak egy törvényt, és ami tegnap még bűncselekmény volt, arra a Fidesz törvényt alkot, és az holnaptól kezdve törvényes. Így működik ez az ország legalább 4 éve. Tisztelt országgyűlés, az a helyzet, hogy nem vagyok abban egészen biztos, hogy belegondoltak-e ennek a törvényjavaslatnak a következményeibe. Nagyon sajnálom, hogy Tálai államtitkár úr már elhagyta a termet, mert mondjuk tőle is megkérdezném, hogy akkor ez úgy lesz, hogy augusztustól mondjuk egy mezőkövesd mérkőzés előtt a frissen épült mezőkövesdi stadionban, immáron egy MB2-es labdarúgó mérkőzés előtt véna lenyomatot kell adni ahhoz, hogy az ember bemenjen a vendégszektorba? Hogy gondolják ezt? Tehát tényleg ezt épeszűen végig gondolta valaki, hogy ennek a törvényjavaslatnak mi a következménye? Nem zavarja önöket az, hogy az elmúlt 10 évben, frakcióigazgató úr, az elmúlt 10 évben semmi olyan esemény nem történt a labdarúgó stadionokban, ami egyébként indokolná a szigorítást. Ugyanakkor az elmúlt 10 évben meredeken zuhan a labdarúgó eseményeknek a látogatottsága. A magyar NB1-nek az átlag nézőszáma az kb. Ott van, mint mondjuk 30 évvel ezelőtt a területi bajnokságnak az átlag nézőszáma. Ezek után önök itt jönnek azzal a szöveggel, hogy a családok számára akarnak biztonságot. Könyörgöm, egyszer, tényleg, tegyék félre azt, amit a habonyművekből önöknek legyártottak ilyen bullshiteket, és próbáljanak elgondolkodni azon, hogy ennek a törvényjavaslatnak mi a gyakorlati következménye. Tényleg azt akarják, hogy Mezőkövesden, meg Békéscsabán, MB2-es labdarúgó mérkőzések előtt véna lenyomatot vegyenek a szurkolóktól? Akkor, amikor jó esetben 1000 ember kimegy oda? Az a helyzet, hogy a módosító javaslatok elfogadása esetén is ez a törvényjavaslat alaptörvényellenes. Nem sikerült ezt korrigálni, maga a törvényjavaslat természetesen totálisan fölösleges, egyetlen egy dolog miatt nem fölösleges, hogy valaki ezeket a rendszereket le fogja gyártani. Valaki ebből jól fog járni. Ugyanúgy, mint hogy valaki jól járt annak idején 2001-ben is a beléptető kapukkal, hogy az nem Magyarország volt, nem a magyar költségvetés volt, az is biztos, mert az a beléptető kapurendszer szőrén-szálán eltűnt. Ez a helyzet. Nem keresték meg azóta sem, pedig önök gyártották le, egy hasonló bravúrral oldották meg azt is, ehelyett most jön egy újabb rendszer. És igen, föltenném én is a kérdést, hogy miután az elmúlt 4 évben már több hullámban önök harcot hirdettek a sporthuliganizmus ellen, csak tudnám, hogy hol vannak azok a huligánok, akik ellen most itt harcot kéne hirdetni, ehhez képest kiderül, hogy azok az intézkedések, amiket a második Orbán kormány foganatosított, ezek szerint nem alkalmasak a sportrendezvények biztonságának a szavatolására. Alaptörvényellenes ez a javaslat azért, mert van más eszköz, amivel egyébként a sportrendezvények biztonságát biztosítani lehet. Éppen ezért nem arányos a jogkorlátozás, mert aránytalan a jogkorlátozás minden olyan esetben, hogyha egyébként lehetőség van ugyanazt az alkotmányos célt más enyhébb eszközzel elérni. Alaptörvényellenes ez a javaslat azért is, mert párhuzamos ellenőrzési rendszer lesz, más módon is kezelik az állampolgárok adatait, és semmilyen olyan indok nincsen, ami egyébként ilyen adatbázis létesítést indokolna. Végezetül pedig a célhoz kötöttség több esetben hiányozni fog, arról nem is beszélve, hogy kik fogják kezelni ezeket az adatokat. Hogyha valóban komoly biztonsági kockázat van ma a labdarúgó létesítményeknél, akkor azért van a rendőrség, önök érveltek évekkel ezelőtt egyébként helyesen a rendőrség erőszakmonopóliuma mellett, nosza neki, akkor a rendőrség végezze a dolgát, hogyha önök szerint olyan biztonsági válsághelyzet van a labdarúgó stadionokban. De az, hogy magánszervezeteknek adnak ilyen jogot,
Az, hogy olyan magánszervezetek, ahol amik önmagukban biztonsági kockázatot jelentenek, kezelnek szenzitív adatokat, ez egész egyszerűen elképesztő. Azzal kellene inkább foglalkozni, hogy azok a szervezetek, akik ma a biztonságát hivatottak felügyelni a labdarúgó stadionoknak, ezeknek a háttere milyen. Köszönöm szépen!